A népi iparművészeti gyűjtemény saját anyagából rendezett kamaratárlatot hímes tojásokból a húsvéti ünnepek tiszteletére. A kiállításba illeszkedik a Népművészet mesterecímmel címmel kitüntetett Békés Lajosné kollekciójának néhány válogatott darabja, amit az örökösök jóvoltából illeszthetett a tárlatba az intézmény. A kiállított darabok változatos technikával készültek. Van közöttük forró viasszal írókázott, növényi levelekkel berzselt tojás, és olyan is, amit maradtak, amelynek a héját áttörték, vagy éppen megpatkolták a tojást. A leggyakrabban tyúk tojást használtak a mesterek, de gyakori a kacsa és lúd tojás, sőt előfordul a strúc tojás is a díszítésre szánt anyagban. A tojás díszítésnek sok évszázados hagyománya van. A tojások hordozta üzenetek gyakran változtak, bizonyos jelentések eltűntek vagy átalakultak, de a tojás, mint az új élet szimbóluma, változatlanul népszerű maradt. A kiállításhoz kapcsolódó nagyszombati kézműves foglalkozáson ifjak és felnőttek egyaránt elsajátíthatták a tojás díszítési technikák néhány egyszerűbb alapfogását. Így készíthettek írókázott, berzselt és karcolt tojásokat. Mindenben szakavatott segítőt találtak Vágó Piros a népi iparviszeti gyűjtemény műhely vezetője személyében. A foglalkozás résztvevői megnézték a kiállítást, hogy lássák, megfelelő felkészültsége milyen gazdagon és változatosan lehet díszíteni és festeni a tojásokat. Az intézmény tervezi, hogy a jövő évi tavaszi fesztiválra széles merítésre és látványosan gazdag tojás kiállítást rendeznek. A jelenlegi kamaratárlatot április 30-áig lehet megtekinteni a Népi Iparművészeti Gyűjtemény nyitvatartási idejében.